Kossi Zoltánt nem fogom önöknek bemutatni, ha meglátják is tudják. Jó reggelt, szervusz. Jó reggelt. Unod a kérdést, hogy hogy vagy? Igen. Jól vagy? Nem. Miért nem vagy jól? Bővebben jól. Fordítva szokták, tudod, igen, jól, nem jól. Igen. Miért nem vagy jól? De jól vagyok. A meleget hogy bírod? Remekül. Én szeretem a meleget. Akkor a mostani időszak, amikor a szabadtéren próbáltok, az neked kifejezetten kellemes lesz? Nem szabadtéren próbálunk. Nem mentek ki próbálni? Nem. Hát biztos lesz egy ülőpróba, de a művészetek palotájába próbálunk természetesen. Hát ott van klíma, úgy könnyű. Hát van. Na, hogy miért kérdezem, miért mondom? Azért, mert a nyári fesztivál Liszttel, Dantéval és Kocsissal kezdődik. Méghozzá, nézem a dátumot, pénteken 12-én, igen. És mondtad, hogy itt lehuppantál velem szemben, hogy ma kezditek a próbát, és aggódsz. Miért aggódsz? A szabadtér miatt pontosan. Nem szereted? Dehogy nem. Imádom a szabadteret. Csak, hát itt tulajdonképpen Lisztnek egy nagyon filozofikus tartalmú művéről van szó, amelyen hát el kell gondolkodni. Maga a mű is olyan, mondjuk a pokol, az első tétel, az nagyon hangos helyenként, és kifejezetten úgy érzem, hogy szabadtéren jól fog szólni. Ám de a purgatórium elkezdődik, és már rögtön olyan gondolatok, hangszínek, motívumok vannak benne, amelyek között nagyon sok a szünet. Na most ez szabadtéren, hát nem jön ki jól. Tehát én meg kell mondjam, hogy egy ideig harcoltam is az ellen, hogy a Dante szimfóniát játsszuk el, de aztán később beadtam a derekamat azért, mert a mű maga olyan jelentős gondolatokat tartalmaz, hogy muszáj megcsinálni természetesen, csak hát nagyon illúzió romboló, ha mondjuk egy hajókürt a túlpartról oda hallatszó autóduda, madárfű, hát még a madárfüttye leg... Hát, bár talán este már azt megúszod. Leginkább tolerálható. A szabadtéren másfajta a közönség? Kevésbé műértő például? Fogják tudni, hogy mikor nem mi tudom, történik? Nem tudom, milyen a közönség a Margit-szigeten, miután most szereplünk először ezen a fesztivál, illetve nem is ezen a fesztiválon, hanem a Margit-szigeten, de hát nekünk nagyon komoly rutinunk van a szabadtéri koncertekben, hiszen Martonvásáron hát minden nyáron föllépünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy Csanádi György ideje volt az aranykor, amikor is ő, mint a közlekedés és postaügyi minisztérium feje megtiltotta a vonatvezetőknek, hogy dudáljanak Martonvásár közelébe, le kellett lassítaniuk a szerelvényeknek. Szóval az volt az aranykor. Most ez másképp van, és hát nagyon sokszor Beethoven szimfóniáit és versenyműveit hát megzavarja. Ledudálnak benneteket a pályáról. A külsőn, igen. Hát itt a Margit-szigeten mondjuk a zenélő szökőkút lehet talán a legnagyobb ellenfél, reméljük, hogy nem lesz más. Ez a Dante mű maga, és ez a szimfónia maga, igen. Meglehetősen moralizáló darab. Ennek kedvez a kor? Egy ilyen moralizálós korban vagyunk? Nem, vagy egy zeneértő, vagy a zeneértőnek nem kell ezzel foglalkozni, adja át magát most is kész. Hogy elkezdjünk Dantéról beszélgetni. Nem, én rólad akarok beszélgetni, csak ennek tükrében. Tehát, hogy te hogy látod ma ezt, meg magát, ezt a moralizálást a művészet által? Hát én úgy látom, hogy a dolgot elsősorban Liszt felől kellene megközelíteni. Liszt és a zene viszonya, Liszt és a világ viszonya, illetőleg Liszt viszonya az irodalomhoz című fejezet. Szóval lehet, hogy Dantéról szól az egész fesztivál, de számomra az a fontos ebből, hogy Liszt mit gondol Dantéról. És mit? Összefoglalható ez így, vagy ennél ez bonyolultabb? Azt hiszem összefoglalható abban, hogy Liszt egy... hát utolsó porcikájáig hívő ember volt, aki föltétlenül hitt a dantei pokolban, purgatóriumban és paradicsomban.
bár a paradicsomot mindössze egy magnifikáttal szimbolizálja, ez valószínűleg Wagner tanácsára történhetett így, aki hevesen ellenezte, hogy külön tételként komponálja meg a paradicsomot. De vajon miért? Túl kifinomult lett volna? Nem tudom. Talán attól félt, hogy a Parsifal végét le fogja lőni. A konkurencia? Bár abban az időben nem hiszem, hogy Wagner foglalkozhatott a Parsifallal. Június 12-én lesz ez a nyitókoncert, ezzel kezdődik a fesztivál. Én azt gondolom, hogy szép kezdet, méltó kezdet, még a félsz is attól, hogy jönnek majd a különböző zajok. Az, hogy egy nyári fesztivál elkezdődik veletek, ez azért önmagában nem egy nagy dolog. Van még olyan dolog, amitől igazán lázba jössz, hogyha azt mondják, hogy itt kell fellépni, ott kell előadni? Tehát vannak helyszínek, vannak még olyan tétek, amik lázba hoznak? Művek. Hát folytatni kell ugye a Búst, a Bartók új sorozatot, és erre én nagyon erősen gyakorlok, illetőleg hát háttérmunkát végzek, most a nagy kórus művek jönnek majd, és hát előbb-utóbb meg kell csinálni a 20 magyar néptalt, ami Bartók egyik főműve. Tehát muszáj gyakorolni, méghozzá nagyon komoly erővel. Az például még vonz, vagy inkább tolod magad előtt, hogy neki kell ülni, gyakorolni? Dehogy tolom magam előtt. Sőt, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb küldetésem az, hogy egyáltalán befejezzem ezt a sorozatot. Mennyi időd van rá? Mennyit gyakorolsz naponta? Mennyit tudsz törődni ezzel? Amennyit szeretnék. Hát most például a mai nap úgy fog lezajlani, ha csak valami nem jön közbe, hogy innen a MIPA-ba megyek próbálni, az egyik tart. Ezek után, hát mondjuk ebédelés, másfél óra, stb. Neki kezdhetek mondjuk 3-kor gyakorolni. Hát ott az egész délután. A magad ura vagy? Megvan az a művészi szabadságot, hogy te osztod be az életedet? Szerintem igen. Az nagy dolog, nagyon sokan panaszkodnak rá, hogy nem tudnak így élni művészként. Hát ebben a világban egyre nehezebb, azt gondolom. Például most, ahogy ide jöttem, ez a forgalom. Na jó, de hát azzal mindenki bajlódik. Ahhoz nem művésznek kell lenni, azzal csak el kell indulni otthonról. Na jó, de hát mi művészek abból érünk, hogy érzékenyebbek vagyunk, mint a többi ember. Ez igaz. Mi ezt is jobban megérezzük. Na, ha már Liszt, ugye Liszt a nagy érzelmek, ha már itt tartunk, érzések, érzelmek, nagy érzelmek egyik nagy művésze. Ezt mindig minden körülmények között át lehet adni? Tehát ez nem közönség és helyszín függő? De igen, és ezért is aggódom. Nem csak a Dante szimfónia miatt, hát megcsináljuk például a Lénau Faustjához írott két zenekari darabot is, amelynek egyike ugye a közismert Mephisto keringő, emiatt nem aggódom, de az éji menet, az már megint csak olyan darab, mint a Dante szimfónia purgatóriuma, tehát hogy nagyon súlyos gondolatok, szünetekkel tarkítva, filozófikus tartalommal, tehát nem tudom, hogy egy szabad tér, hát nem egy ordító ellentmondás-e ennek a bemutatására. Hát ez pénteken kiderül, szerintem a rajongók nem aggódnak, Kossi Zoltának meg egy ilyen előadás előtt lehet, hogy az a dolga, hogy egy kicsit aggódjon. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél minket. Én köszönöm a lehetőséget. Péntek el ez az előadás a Margit szigeten, ezt ne felejtjék.